Óbecsény rendbontás nélkül folyik a szavazás, többen már a délelőtt folyamán megtették polgári kötelességüket és leadták voksukat az általuk választott jelölt listára. Azért tartom fontosnak, hogy megtartsuk a magyarságunkat olyan értelemben, hogy gyerekeknek a jövőjére nézve úgy gondolom, hogy a magyar kormány elég sok támogatást nyújt a vajdasági fiataloknak, gyerekeknek. Fiatalokkal sokat foglalkoznak. Például az én legidősebb unokám is most fejezte negyedik évet az egyetemén, és kapta az ösztöndíjat. Hát már van lehetőségünk, hogy válasszuk, hogy ki képviseli velünket a kulturális és a oktatási területén. És láttam a szórólapot, hogy kik a jelöltek. Úgy értékelem, hogy jó választás, lehetőség van, és szeretnék én is hozzájárulni, hogy minél talpra esettebb emberek képviseljenek bennünket. Óbecse területén a hivatalos adatok szerint 8500 szavazati joggal rendelkező polgárt tartanak számon, a jelenlegi választások alkalmával 18 szavazóhelyet nyitottak meg.